Sziasztok, Rikári vloggal jelentkezem a Vasak a falban sorozat következő epizódjával, és itt vagyunk a Podmanicki utca és a Terész körút kereszteződésében, és egy érdekes vasatpost közlekedési témában fogunk bemutatni, nevezetesen itt egy elektromos kapcsolódoboz, de nem is ez a lényeg, hanem mellette ez a kis most már lefestett, levakolt fémdoboz, benne egy bakelit kapcsolóval. Hogy mi ennek az érdekessége, és hogyan kapcsolódik a környék közlekedéséhez? Hát azt most elmondom. Ugye újabban a 73-as troli az megint a nyugati pályaudvarhoz közlekedik, tehát nem az Arany János utca, illetve 73M-ként a Deák térre, hanem pillanatnyilag kísérleti jelleggel ugye a nyugatit kerüli körbe, és így jobb összeköttetést biztosít a nyugati és a keleti pályaudvar között. Hát régen ez alapfelállás volt a 3-as metró megépítése előtt, a trolibuszok a nyugati pályaudvarhoz közlekedtek, egyébként a 73-as, a korábbi 46-os, vagy még korábban talán más viszonylatjelzéssel közlekedő nyugati pályaudvar, keleti pályaudvar viszonylatot váltotta föl az 50-es években, és hát akkoriban a trolibusz a nyugati előtt fordult, a Jókai utcán jött ki, és itt fordult rá a Podmanicki utcára. A megálló most a kereszteződés túloldalán van, abban az időben viszont itt volt a trolibusznak a megállóhelye, és ez a kapcsoló szolgált arra, hogy a megálló helynek a világítását le, illetve fölkapcsolja. Hát lehet forgatni a kapcsolót, de teljesen átkapcsolni nem. Ugye ez már teljesen funkcióját vesztette, ma már központilag, illetve önműködő módon kapcsolják ezeket a utcai és megállóhelyi világításokat. Akkor viszont úgy történt ez a dolog, hogy este sötétedéskor a járművezető kiszállt a megállóban, felkapcsolta a lámpát, az utolsó kocsinál pedig szintén kiszállt és lekapcsolta. Első kocsinál szintén föl, és a reggeli világosodáskor, kivilágosodáskor szintén le. Ez volt ennek a menete, ez volt ennek a rendje. Ma már ezt ugye az automatika vezérli. No, hát ez az első ilyen kis érdekesség. A következőt, azt a kereszteződés túloldalán, a troli megálló mellett fogjuk bemutatni. Úgyhogy gyertek, tartsatok velem! Átjöttünk a körút kereszteződésén, és itt néhány méterrel a trolibusz megállója után látható a következő vas a falban, amit a korábbi videókban nem sikerült kimondanom, nevezetesen ez a kis vas konzol, ami ugye korábban a trolibusz megállóhely tábláját tartotta. Ezeket az előző videókban, két ilyen videóban is nem sikerült kimondanom, de most sikerül, tehát megállóhely táblatartó vas konzol. Erre még a régi fajta M betűs piros alapon egy nem is tudom fehér vagy krémszínű M betű volt a trolibusz megállóhelynek a jelölése. Hát ez ugye korábban ott, később itt volt a trolibusz megálló, és most pedig hagyományos oszlopon az út mellett van a megállóhely tábla. Egyébként látható, hogy itt a tetején az üzlet, gyakorlatilag az itt látható üzlet, gyakorlatilag egy időben valószínűleg cégér tartóként is szolgálhat, illetve az üzletnek cégér tartóként is szolgálhatott, mert ilyen kis maradványok vannak a tetején, tehát nyilván újra hasznosították ezt a kis vasdarabot, ha már egyszer itt maradt a falban. És van még itt ennél a csomópontnál még egy érdekesség a túloldalon, megnézzük azt is. És akkor a harmadik vas a falban itt mellettem található, ugyanebben a csomópontban vagyunk, a Podmanicki utca és a Terész körút kereszteződésében, és ez a rejtélyes vas a falban, ez nem sikerült megfejteni a célját. Ugye itt a trolibusz megálló a 73M-é, és bocsánat, 73-asé, illetve a 72M-é a Deák tér Orci tér felé, és nem sikerült megfejteni, korabeli felvételeket is találtam a helyszínről, de azon se látszik, hogy mi volt itt, illetve az egyik felvételen látszik, hogy már akkor sem volt itt semmi, hogy ez vajon esetleg valamilyen megállóhelyi táblát tarthatott, vagy esetleg megállóhelyi szemetest, vagy hát ugye a
62-es posta, a nagy posta oldalában vagyunk, hogy esetleg egy postaládát, ezt most nem tudom megmondani. Ha esetleg valakinek van róla az emlékezetében valamilyen információ, akkor kérlek írjátok meg kommentben, mert erről nem találtam semmilyen anyagot. Hát ennyi volt most ez a Vasak a falban. Három különböző vasat néztünk meg, nagyjából egy helyszínen. Folytatni fogom a sorozatot, remélem, hogy várjátok. Ha szeretnétek a folytatást, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, és itt kommentben adjatok ennek hangot. Illetve várom erről a visszajelzéseket, ha valaki esetleg emlékszik, vagy talál olyan régi fotót, amin látszik, hogy mi volt itt, és köszönöm a sorozatra való ötletet, és a helyszínekre való ötletet Péternek, akivel több ilyen helyszínt, ahol ilyen főleg megállóhelyekkel kapcsolatos vasak vannak a falban, körbejártunk, és ő ad róla nekem információkat. Én egy kicsit kiterjesztettem ezt a kört, mert őt csak a megállóban megmaradt vasak érdeklik, engem pedig egy kicsit bővebben, mint ahogy azt az előző videóban is láthattátok. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok, tschüss!